Sziasztok, szeretettel üdvözlök most is mindenkit. Hát a legutolsó videóm nem egy olcsó kaliberű étel volt, úgyhogy most tényleg egy egyszerűbb kategóriával jöttem. Egy olyan receptet hoztam, amit nagyon sokan ismerünk, nagyon sokféleképpen készítünk. Ezzel a recepttel, hogy ezt elkészítem, egy kérésnek teszek eleget, amit már hónapokkal ezelőtt kaptam. Egy olyan embertől, aki egy kedves nézőm, és nem véletlenül szeretnék eleget tenni, ennek több oka is van. Az első az, hogy a videók alatt, a legtöbb videóm alatt ő általában ki szokta számolni a kalóriákat, hogy nektek segítsen, vagy ha kéréssel akartok hozzáfordulni, akkor szívesen segít. És mivel hogy ő is ilyen segítőkész, hát úgy gondoltam, hogy ha van ez a kérése, amit azt írta, hogy 50-es évekből való, már nagyon sokan nem emlékeznek rá erre a receptre, jó lenne feleleveníteni, hogy még megmaradjon az utókornak is. És ez azért nekem sincsen ellenemre. Tulajdonképpen a viharsarki nevet én kérdeztem tőle, hogy honnan kapta, vagy mi az oka ennek, és akkor azt írta nekem, hogy a viharsarki elnevezést én adtam neki a származási helye miatt, ugyanis a tájegység az Dél-Kelet-Alföld elnevezése, ami neki a viharsarok, igazából tényleg úgy is van, tehát az szerint, és azt írja nekem, hogy máshonnan még nem nagyon hallotta ezt a fajta elkészítési módot. Nem nagyon ismerik manapság, nézzük meg, hogy hogyan készül, mert tényleg van egy kis különbözőség a többihez képest, holott nagy vonalakban meg végül is ugyanaz. Lássunk is hozzá. Na nézzük is, hogy mi kell ehhez. Miben más, vagy miben hasonló a többihez? Hát alapvetőlegesen, hogyha hagyományos ételekről beszélgetünk, akkor már ki van zárva az, hogy bolti tésztáról beszélgessünk. És ezt én nem azért mondom, mert lebecsülném a bolti tésztákat, hanem hát aki már evett házi tésztából készült ilyen tésztás ételeket, azt tudja, hogy valójában tényleg összehasonlíthatatlan, és hogyha egy kicsit a minőségbe akar elmenni, és ha van egy kis ideje, energiája, türelme és kedve, akkor javaslom, hogy próbálja ki ezt a receptet. Ha nincs, akkor nyilván, hogy én sem mindig szoktam ebből készíteni, akkor marad a B verzió, amikor vesszük a boltba. Én házi tésztából fogom készíteni, ez már nekem fontos alkotó elem. Nem fogunk belemenni a részletekbe, csak az, hogy mennyit készítek, annyit fogunk megmutatni, meg a vágását fogjuk megmutatni, mert az nem lesz mindegy, hogy hogyan vágjuk fel. Annyit fogok belőle mutatni, de mint ahogy mondtam, aki gondolja, akkor ha nem ezzel a tésztával, akkor bolti tésztával lehet ezt pótolni. Tehát nem feltételít semmi, nem kell annyira ragaszkodni, hogy ez csak így lehet, meg csak úgy. Tudjátok, én mindig mondom, hogy nem feltétlenül kell ehhez ragaszkodni. Szabad kéz. A fűszerezése roppant egyszerű lesz. Piros paprika só. A borsot nem tartalmazza a recept, ezt én egy kicsit a magam formájára is fogom alakítani a mi kedvünkre. Aki szeret, tesz bele, én fogok egy nagyon kicsit használni, aki nem szeret, akkor vagy nem igényli, akkor ne tegyen. Hangsúlyoznám, hogy a recept nem tartalmazza a borsot. Aztán alapvetőlegesen ugye krumpli az első, ami nagyon fontos, amit fogunk használni, kell hozzá hagyma, és hát amiben ezt meg fogjuk sütni, a hagymát, ahhoz zsíradék. Hát nem kell ennyi, majd csak ebből fogok kiszedni. Na és az érdekesség, amit most fogok ide tenni, mert eddig minden úgy, szinte ugyanaz, mint hogyha egy hagyományos, tehát a megszokottat készítenénk, amiben ez más lesz, akkor most ide teszem még a plusz hozzá valóit, lehet, hogy meglepő, de ebből egy kétfogásos ételt fogunk készíteni. Azért raktam ide a zöldségeket, mert hogy levest is készítünk, felhasználva a krumpli levét is, mert régen is ez hagyományosan nem a lefolyóba landolt, hanem felhasználták a levet is, és nem a delikáttal pótolták, hanem az ízesítőket ezáltal hozták meg. Egy zöldségleves lesz tulajdonképpen, amit én át fogok formálni hamis gulyás levesre, ebben nekem lesz sárgarépa, petrezselyemgyökér, ebbe is fog kelleni hagyma, amit ide sorakoztatok már most, mert én nem főzni fogom benne, mivel hamis gulyássá fogom formálni, hanem együtt fogom megsütni, összességében fogjuk használni a leveshez is és a krumplihoz is. Lesz benne karalábé, nem kell belőle, mint csak valamennyi, és tudjátok, most az ember egy tételért nem nagyon szaladgándozik a boltba, nekem most fagyasztva volt zeller gyökerem, és ezt fogom használni. Ezt egy picivel később teszem bele a többihez képest, mert ez amúgy is olyan nagyon hamar megfő, de azért az ízébe szerepet fog játszani. Na most, hogyha valamelyik nincs, akkor nincs, de jó, hogyha van. Na ezt lehet bővebbre is húzni, ki ahogy gondolja. Jót fog neki tenni egy kis zöldség, de nézzük is akkor, hogy készül. És akkor csak röviden a lényeget. Én most fél kiló lisztet dolgozom, mert a levesbe is fog kerülni a tésztából. Egy nagyon pici sót teszek bele, nem kell túl sok, picit. Elég. 3 tojás. Én nem szoktam fél kilóhoz 5 tojást tenni soha. Ilyen esetben csak a csigatésztát csinálok, vagy levestésztát, és egy pici víz. Összegyúrom, és akkor majd az elvágását fogom mutatni.
És akkor most ott tartok, hogy feltekerem, és el fogom vágni, és ilyenkor még szórok rá lisztet, nem sajnálom, úgy is lefő a vízbe, nem érdekes. Jó, azért csinálom ezt, hogy ne ragadjon össze, így fogom feltekerni, hogy a vágás miatt ne ragadjon össze. Ez az egész dolog. És akkor szépen feltekerem, és akkor mutatom, hogy hogy szoktuk ezt elvágni. Jó, még ide is teszek. Jó, egy elég, nem kell túlzásba esni sem. Jó. Egy éles késsel, középen itt végigvágjuk. És én ezt most három felé fogom vágni. Két sorcsikot egymásra tettem, hogy szaporábban haladjunk. Na azért a házi tésztának a jellegzetesség az is, hogy lesznek benne különböző eltérések, na de hogyha ezt például lebbencs tésztából csináljuk, akkor is nyilván nem egyformára törnek. És akkor Szabó gallérra vágjuk, így írta nekem a kedves néző, amit én úgy értelmezek, lehet, hogy jól értelmezek, de ha nem, akkor majd kiegészít, hogy háromszög alakra, mifelénk ezt úgy mondják, hogy ludlábra vágjuk, ha nem, ha másképpen gondolta, akkor majd kiegészít. Tehát ezt nálunk háromszög alakba szokták vágni, és így szépen haladunk sorba, és ilyen alakja lesz. És akkor közben szórjuk szét, hogy ne ragadjanak össze, már ezt úgy látom, hogy igazából lisztezni nem is kell már, az pont elég is volt. Szóval amíg nem végzünk vele. Tettem fel vizet, miközben megcsináltam a tésztát, de már látjátok is, hogy itt készen van. Nem baj, hogyha egy picit áll. És akkor a zöldségeket én ezt felaprítottam. Ennek hosszabb a fővés ideje, ezt hamarabb beleteszem a vízbe, amiben mindjárt dobok egy kis sót is azért. És amikor ez már majdnem félig megfőtt, akkorára a krumplit még, már megpucoltam, csak még össze kell vágjam. Na hát ebben most én egy fél evőkannál sót, és majd megkóstolom, teszek. Amikor félig ez kész van, akkor hozzáteszem a krumplit is. Nagyobb darabokra fogom vágni ettől, majd amit visszateszek bele, azt majd én intézem, majd mutatom. Mondtam nektek, hogy zellerem most fagyasztva van nekem, úgyhogy ezt majd csak a krumplival együtt fogom beletenni, ezt is felvágtam már, de még ez nem esedékes, mert nagyon hamar elkészülne. Úgyhogy mutatjuk, amikor rakom a krumplit is. Félig el vagyunk készülve a zöldséggel, akkor most már beleteszem az zellert is, amit mondtam nektek, és roppant remélem, hogy a krumpli belefér. Mert hogy utána ebből úgy is fogok kiszedni, és maradna a levesnek az az edény. Meglátjuk. Mindig szerettem így a maximum mászkálni, hogy vagy se. Hát ezt most is kipróbáljuk. Vettem le egy kicsit a levéből. Nagyobbakra vágtam a krumplit, mert úgy is össze fogjuk törni, meg szedünk ki belőle. A nagy részét ki fogjuk szedni. A levesbe is fogunk hagyni. Na nézzétek, már van, amit már nem láttam, hogy rossz volt a közepe. Amiközben fődögél a levesünk, meg a krumpli. Felvágtam a hagymát, most már az jön, hogy meg kell pirítani. Mert ez megy a levesbe is, meg a krumplis tésztára is. Eredetileg a javaslat az volt, hogy a levesbe csak simán zsír menjen, és paprikával összesütve is az menjen rá. Sima zöldségleves lett volna, én hamis gulyást választottam, és ezért én a hagymát egy az egyben mind a kettőre készítem. Két púpos teáskanál piros paprikát teszek a jól megsült hagymába. Tudjátok, ebből majd kicsit félreteszek a levesbe is, ami abba fog kerülni. Megnézem a krumplit, úgy látom, hogy megfőtt. Akkor leszűröm edénybe az összes beltartalmát, és az a lényeg, hogy nem a lefolyóba megy, hanem egy másik edénybe, mert tovább használjuk ezt a lét. Leszűrtem akkor a lét, ezt fogjuk tovább használni, ebbe kifőzzük a tésztát, az a krumpli és az a zöldség, amit leszűrtem, abból azt a mennyiségű krumplit ki fogom venni, amit a tésztához használok, és valamennyit a levesbe, mennyit gondolok, hagyok. Na, felforrt a vízünk, tesszük bele a tésztát. Ennek a típusú tésztának, mivel ez frissen gyúrt, 2-3 perc kell. Feljön a víz tetejére, és 2-3 perc, és készen is van. Vettem ki külön a levesbe egy kis zsiradékkal hagymát. Most nem használok másikat, úgyis ez minden egybe megy. Belekavarunk, és ez nem sokára fel is forr, és készen is lesz. Miközben fő a tésztánk, kiszedtem a krumpliból, és akkor most összetörjük egy kicsit ezzel a hagymás szúrmival, de csak úgy nagyjából, hogy maradjanak egész darabok is. Mindjárt átmegyek a fakanára. Ha valaki egy kicsit úgy szereti, hogy lájtosabb legyen, ebből a léből, hogy itt fő mellette a tészta, egy nagyon picit
tesz rá. Ugyanis a paprikás krumplira is, a simára is szoktunk lét tenni. Ne legyen olyan száraz. Tehát ezt ezzel lehet überelni. Ha valakinek ilyen típusú problémája van. Borsot még nem tettem rá, majd mindjárt. Úgyhogy nem is töröm tovább már, csak így fakanállal mozgatom. És a végén, ha leszűröm a tésztát, akkor összeöntöm egy edénybe, vagy akár ide, meglátjuk, hogy hova fér. Még ezen, ha valaki akar, akkor piríthat. Összeforgatjuk, az biztos. Megborsozom. Én szoktam rátenni, mint ahogy mondtam. A recept nem írja. Én szoktam. Tehát aki nem akar, az majd nem tesz. Ilyenkor majd a sósságát is érdemes megkóstolni. Ilyenkor nem, amikor már a tészta is rajta van. Hogyha szükséges, akkor inkább ilyenkor sózzunk. Ebből a tésztából a háromnegyedét lemosás nélkül beleszedem. Nem baj, hogyha egy kis lé marad, mert mondtam, hogy akkor nem lesz olyan száraz. Elzártam alatta a gázt, hogy ne menjen szét. Ugyanis ezt a vizet még fogjuk használni, mert ebbe vissza fogom önteni a zöldségeket, mert ebből leves lesz. Annyi tésztát hagyok benne, amit feltételezek, hogy szükséges lesz a levesbe. Összeforgatjuk, és mint ahogy a nézőnk írta nekem, ha valakinek vasedénye van, én most megint kicentíztem az edény, de ha valakinek vasedénye van, akkor abba oda is lehet kapatni, hogyha ez meghűlt egy kicsit, akkor jobban kapódik az alja. Lehet ilyen kis ropogós részekkel összetalálkozni. Én most ezt összeforgatom, egy nagyon picit sütöm, és akkor félre is teszem. Nálunk, mifelénk egyébként leginkább, ahol én nőttem, az volt szokás, hogy másnap csináltunk ilyet, hogy hidegen úgy melegítettük fel, és akkor keletkeztek ilyen roppanós részek. Frissen mindig így simán összekeverve fogyasztottuk. Na, azt majd mindenki eldönti, de látjátok, milyen szép krémes, tehát ha még valaki krémesebbé szeretné tenni, de szerintem már nem igényli, láttátok, milyen kevés levet tettem hozzá, akkor a főzőléből tehet hozzá, de nem igényli. Mutatom, ha kész leszünk. Akkor készen vagyunk, gyerekek, a kétfogásos húsmentes. Hát nálunk most éppen vacsorával, mivel hogy hamis gulyást lett belőle a végeredmény, ebbe egy pici borsot tettem, ami még plusz volt, nyilván abba fokhagyma is kell, egy kis granulátummal a végén megszórtam, és hát lehetne még benne tulajdonképpen akár egy kis zöld növény is. Az most nekem nincsen itthon, de amint látjátok, gyerkőcök megérkeztek, és már megbabrálták a kaját. Az volt az első, hogy ráraboltak a krumplis tésztára, úgyhogy azt látjátok már annak a híját, hogy az rögtön már le van vizitelve, úgyhogy ízlet nekik, ezt már mondhatom. Tálaljunk is ki belőle akkor a levesből is, nézzük meg, hogy néz ki a levesünk. Tudjátok, hogy ráöntöttem azt a kis kivett hagymászsírt, paprikás hagymászsírt. Akinek nagy darabos a krumpli, így ebben a formában, akkor egészen nyugodtan még ketté tudja vágni. Jó, akkor ez a levesünk. Hát ez így néz ki. Ezt most láttátok. Tehát mint ahogy a gulyás levesünk, hamis gulyás szokott kinézni, hát a hús nem kell benne keresni, mert az nem kell minden nap hús tenni, gyerekek. Na. És akkor itt a kis krumplis tésztánk, amit fel lehet pirítani, most már így hűltebb állapotban, egy picit hűlt, nem olyan sokat, mert mondom nektek, hamar ráraboltak. Hát ez igen laktatós étel. Savanyúságot még nem tettem ki, de képzeljétek már hozzá, mert van itthon, csak most itt felébe, harmadába iparkodunk, hogy apa is tudjon boldogulni a videóval. Na, gyerekek, ez egy igen finom étel, laktatós. Hát ajánlom mindenkinek, főleg így házi gyúrtésztával készülve, nagyon finom. Úgyhogy csak jó étvágyat tudok kívánni, próbáljátok ki ezt is, ha van kedvetek. Puszilok most is mindenkit szeretettel, sziasztok!